A Dél-Kelet-Ázsiai Országok Szövetsége, az ASEAN 67-ben alakult, tulajdonképpen 10 évvel később, mint az Európai Unió, és 5 ország alapította, Szingapur, Malajzia, Tájföld, Indonézia és Fülöp-szigetek, és tulajdonképpen náluk nem volt kérdés, hogy most milyen berendezkedési országok, mi a makrogazdasági mutatók. Egy kérdés volt, hogy egy földrajzi térségbe essenek, és a cél, amiért ezt az integrációt, ezt a tömörülést, ezt a dialógust elkezdték, hogy valahogy békés környezetet teremtsenek ahhoz, hogy a szegénységet leküzdjék, hogy a gazdasági fejlődésben előre haladjanak. Tulajdonképpen nem is történt semmi 1967 és 90-ig ezen túl, hogy voltak szervezeti és jogi lépések a együttműködésben nem történtek. Mikor 90-ben kialakult az egypólusú világrend a hidegháború végével, megijedtek, hogy jön Közép-Kelet-Európa, jön Latin-Amerika, és innentől az ő külföldi tőkére alapuló exportorientált fejlődésük veszélybe került. Tehát próbálták bővíteni az integráció körét, és bevonták további 5 országot, a szocialista Vietnámot, a szocialista Laoszt, a katonai huntában működő Burmát, tehát látható, hogy egy teljesen más koncepció, hiszen ezekben politikai rendszerükkel, illetően semmi közös nincs. A 10 ország az ma 636 millió lakost foglal magában, abból 300 millió muszlim, 200 millió buddhista, úgyhogy a 2016-ban itt járt az ASEAN-nak az egyik ilyen vélemény vezére, főtitkár volt 2008-2012 között Szurin Picuán, és ő azt mondta, hogy hát az Európai Uniótól az inspirációt kapták, de minden más egyébként nem hasonlít. Tehát itt abszolút be nem avatkozás elve, és a döntések konszenzussal születnek. A konszenzus azt jelenti, hogy amíg egy vitás kérdésben mindenki meg nem egyezik, addig nem lépnek tovább. A legtöbb esetben ez 10 év után kb. Okafogyottá válik, és így oldódik meg a probléma. De ennek ellenére ő is rámutatott, hogy ez szinte hihetetlen, hogy 50 év alatt teljes békét tudtak fenntartani ennyire különböző országok között. Ez tavaly augusztus 9-én készült a budapesti indonéz nagykövetségen, amikor pont 50 éves volt az ASEAN, és a egybe kapcsolódásukat minden konferenciát ilyen összeölelkezéssel jelzik ezek a nagykövetek, akik a Magyarországa delegált ASEAN nagykövetek közös ünnepsége volt. Na, hol tartanak most így 50 év után? A 90-es évek elején mégis elkezdtek egy ilyen szabadkereskedelmi integráció, szabadkereskedelmi együttműködés felé, hiszen ekkor már a nemzetközi vállalatok a régió összes országában különböző leányvállalatokat hoztak létre, sőt a japán vállalatok kezdték a 80-as évek második felében azt a szervezeti innovációt, hogy nem csak egyik terméket egyik városban, országban, másik terméket másikba helyezik, hanem apró fázisokra vágják szét, darabolják szét szakaszokra egy termék előállítását, és azt jelenti, hogy az, hol a legolcsóbb, annak a részegysége különböző országokba helyezik, és már a információs technológiai, információs kommunikációs eszközökkel egy központból ezt tudják koordinálni. A szállítási költségek pedig a technológiai fejlődéssel olcsóbbak lettek, a globális verseny szintén vitte le a költségeket, tehát mindez már egyszerűbbé tette a folyamatokat. Hol van ebben Kína? Kína későn csatlakozott a dél-kelet-ázsiai folyamatban, ugye 78-ban Deng Xiaoping kerül a hatalomra, ki elkezdi a nyitást. 85-ben Deng Xiaoping már elmegy Szingapurba, hogy tanuljon a gazdasági stratégia kialakításában. Onnantól kezdve évente legalább 100 szingapúri dolgozik a különböző projekteken. És ezen túl a kínai mentalitás sajátossága,
hogy az üzletet azt személyi kapcsolatokon, személyes kapcsolatokon keresztül kötik. Ma már a Európa minden országában van a konfuciusz intézetek, ahol, amelyik a kultúra terjesztését szolgálják, és voltam egy konferencián Szlovéniában, ahol az egyik kutató mesélte, hogy ha kimennek tárgyalni mondjuk Szlovéniából, mondjuk üzletről legelőször a második nap este lehet beszélni, addig már ittak itt, ittak ott, barátkoztak, és amikor már kialakult valami nexus a felek között, akkor indul el egyáltalán az üzleti kapcsolat beindítása. Ennél még jellemzőbb az a kapcsolat, ami maguk a kínaiak között van, hiszen a dél-kelet-ázsiai országban mintegy 30 millió kínai vándorolt ki a 19. század második felétől kezdődően, és ezek a vállalkozók, akik már a fejlettebb dél-kelet-ázsiai országokban jelentős vállalkozásokkal rendelkeztek, vonták be a kínai privát vállalatokat és állami vállalatokat a nemzetközi hálózatok folyamatában, nem beszélve Hongkongról és Tájvánról. Tájván, ha visszatérünk a címhez, a kis tigrisekhez. Ki tudja, hogy kik az ázsiai tigrisek? Malézia. Nem, az tigris kölyök. Korea. Korea 1, igen. Tájván 2. Szingapúr 3, így van. Nem. Hongkong. Ugye most már Hongkongot elfelejtjük, mert ugye egy ország, két rendszer, de akkor is valamilyen módon Kína része. A kis tigrisek voltak, amelyek Japán után a leggyorsabb fejlődésbe kezdtek, és a japán technológiai innovációk továbbadása először a következő fejlettségi csoportú ország felé ment. Amikor már az ő munkabérköltségük is növekedett, akkor ők adták tovább Malajzia, Tájföld, Indonézia és ennek a csoportnak, majd utána kerül tovább Kambodzsa, Laosz, Burma felé. A kínai hálózatokban a Guangxi, ez a személyes kapcsolatokon alapuló kötődésnek a kínai jele. Ezeket a hálózatokat, amit a dél-kelet-ázsiai kínaiak, a tengeren túli kínaiak is indukáltak, bambusz hálózatoknak és bambusz kapitalizmusnak hívják, hiszen a bambusznak ilyen kis szakaszai vannak, és a különböző termelési részei a folyamatnak szakaszonként különböző országokban valósul meg. Most Kínának a másik nagy téma, amiről politikai szempontból vagy gazdaságpolitikai szempontból beszélni kell, az a egy övezet, egy út politika. Xi Jinping 2012-ben került a pártelnökként és elnökként a hatalomra, és egy évvel később hirdette meg a középkori Sejem út újra élesztésének a gondolatát. 64 országot érint a koncepció, ma már multilaterális bankok, infrastruktúrális bank jött létre. Óriási számok repkednek, 240 milliárd dollárnyi infrastruktúrás beruházásra készülnek ahhoz, hogy Kínát három szárazföldi és egy tengeri úton összekössék Európával és Afrikával. Talán hallottak a sajtóból arról, hogy Magyarország ebben melyik ponton érdekelt, ugye délről. Múlt héten a másik előadássorozatunkon, amelyik európai jövőjéről szól, és angol nyelven folyik, Ahmed Evin professzor úr volt itt, és ő Euró-Ázsiáról tartott előadást, és említette, hogy Görögországban a kínaiak a Piraeuszi kikötőt már megvették, ez még a sajtóból is ismertebb volt, de további három török kikötőt is megvásároltak, amivel azért azt lehet gondolni, hogy ezzel a kocka el van vetve, a déli út valamikor Belgrádon keresztül elindul fölfelé. Amit így a kereskedelmi minisztérium adatai alapján 2015 és 2017 között fixen lehet látni, hogy 47 milliárd
dollár már befektetésre került Kínán kívüli ilyen vasútpályás és infrastruktúrális beruházásokba, és ezen kívül a kínai gazdasági terjeszkedésnek egy fontos száma, hogy tavaly 170 milliárd dollárnyi befektetett tőke ment Európába és Amerikába, Kínából, mégpedig vállalati akvizíciók folytán. Például nem tudom, mindenki tudja-e, hogy ma a Volvo-t egy kínai cég gyártja, és ez a kínai cég egyébként Kínában egy nagyon olcsó kategóriás autót gyártott, abból szerezte meg hozzá a tőkéjét. Most egy konferencián decemberben hallottam skandináv kutatóknak a két éves kutatását arról, hogy a svédországi Volvo kínai tulajdon alatt tulajdonképpen nagyobb technológiai eredményeket produkál, mint a svéd tulajdonban stagnálva és tulajdonképpen a csőd szélére kerülve korábban. Tehát azt mondták, hogy interjúzva Kínába, interjúzva Svédországba arra jutottak, hogy a Volvo tulajdonképpen jobban járt, és ma már technológiai központot hoztak létre Svédországban is a kínaiak. Az óriási gazdasági előretörés és ez a feldolgozóipari kibocsátás, ez éppen egy angol dia, amire elnézést kérek, a piros mező mutatja Kína arányát a világ teljes feldolgozóipari termeléséből. Látszik, hogy 90-ben még alig látható ez a piros csík. 2013-ban előretör, és minek a csökkenése mellett Európa és Észak-Amerika csökkenésével párhuzamosan. A kínai beruházások Dél-Kelet-Ázsiába is elindulnak. 2007-es az induló hasáb, tehát 2007-ben még alig ruháztak be a szomszédos országokban, és 2015-ben, 16-ban hasonlóan magas az érték, már ilyen 15 milliárd dollárnyi beruházás ment ebbe a 10 országot képviselő térségbe. Kína számára fontos Dél-Kelet-Ázsia az obor, az egy övezet egy út szempontjából is behálózza ezt a 10 dél-kelet-ázsiai országot tájföldi központtal, majd a fekete vonal leágazik Kuala Lumpurba, Szingapurba. Ugye Szingapur alján a Malakka szoros, ami hát egy nagyon fontos geopolitikai hely, hiszen a tengeri áruforgalom 40%-a ott halad át. És akkor térjünk át Szingapurra. Szingapur maga a világ, vannak ilyen különböző rangsorok, a világ legglobalizáltabb országa, ezeket a rangsorokat az export, import, külföldi befektetések, internet hozzáférés alapján teszik. Ez az egy pont, ahol Magyarország nagyon közelít hozzájuk, mi valamilyen 11. helyen vagyunk, tehát ebben jól helyen állunk. És ennek az ábrának az érdekessége volt számomra is, hogy amikor én a 80-as években Szingapurral foglalkoztam, akkor már nagyon rácsodálkoztam arra a fejlődési dinamizmusra, ami ott zajlott. Az egyik világgazdász, Benzes István írta a könyvében, hogy 60 és 90 között háromszor gyorsabban növekedett a távol kelet, mint Latin-Amerika egésze, és 25-ször gyorsabban, mint a Szaharától délre eső afrikai térség. Tehát a fejlődő országból kitörés lehetősége ebben a régióban történt meg. Ennek ellenére 90 itt kezdődik. Tehát most nézve ezt az ábrát, itt úgy tűnik, hogy 90-ig szinte semmi nem történt. Itt egy nagyon jelentős ugrás figyelhető meg 90-től 2014-15-ig. Ez a teljes GDP-nek, a teljes bruttó hazai terméknek az alakulása, ami 300 millió milliárd dollár. Ez az az érték, ami Ausztria GDP-je. Hozzátenném, hogy én Szingapurra, amikor foglalkozni kezdtem, akkor
körülbelül akkora volt, mint Budapest, és annyian éltek, mint Budapesten. Most egy kis homokkal, mondjuk egy negyeddel, vagy 20%-kal nagyobb, és 5,8 millió ember él rajta. De azért jóval kisebb, mint Ausztria, és itt összesített értékben eléri azt a bruttó hazai termék termelést, amit Ausztria produkál. Mi 125 milliárd körül állunk. Miért érdekes ez az Európai Unió számára azon túl, hogy most már azért elárultam, hogy itt komoly összegekről van szó. Az európai vállalatok beruházásait néztem 2001 és 2012 között, összeadtam az összes évet, hogy az egyes évek ingadozásait kizárjam, és megnéztem, hogy mennyi beruházás ment egész Ázsiába, és abból mennyi ebbe a délkelet-ázsiai régióba. Ez körülbelül egy negyedet tett ki. Ebből az egy negyedből 59% Szingapurba ment magába, miközben ennek a régiónak mondjuk része Indonézia is a maga 260 milliós lakosságával. Úgyhogy nem csoda, hogy 2004-ben az USA az első szabadkereskedelmi egyezményt, kétoldalú szabadkereskedelmi egyezményt Szingapurral kötötte meg, ez egy kicsit mint a bolha és az elefánt köt egyezmény, és az EU szintén az első szabadkereskedelmi egyezmény aláírását 2014-ben a letárgyás befejezését Szingapúrral fejezte be. És hát ebből talán érthető, hogy miért választottam ezt a plakátot. Sok minden felmerült, tigris-csíkos takarótól kezdve, különböző szimbólumok. Egyébként azon túl, hogy Szingapúr része a négy tigrisnek, aki ezt a dinamikus fejlődést elérte, a szingapúri jelképe a hab oroszlán, a hableányt, hogyha ugye a koppenhágai hableány szoborban elképzeljük, ez olyan, csak nem leány a feje, hanem egy oroszlán, és ez visszavezethető egy régi legendára még a 6. században. Szerint egy indonéz herceg fedezte fel ezt a kis szigetet, és egy oroszlán nézett ki a dzsungelből, és ez úgy nézett ki, mintha egy hal lenne a másik végén, úgyhogy a szingapúri név is Simhapura, ami szanszkrit néven oroszlán város. Úgyhogy ha állatot választunk, akkor Szingapúr kapcsán az oroszlán lenne. Ez viszont egy olyan dóm, vagy két dóm, ami ugye az elmúlt 6-7 évben készült, és a trópusi őserdőt mutatják be benne, egy 35 méteres magas hegyen, mindenféle függő járdákkal. Gondoltam, hogy azért bekukkantunk, ha már a plakátot kívülről láttuk, mi történik ott, és a hőmérsékletet is, a klímát is úgy állítják be, hogy az a vegetáció, minthogyha az őserdőbe sétálnának, érzékelhető legyen. És mindez a dóm egy olyan területen van, ami 20 évvel ezelőtt még egy tengeröböl volt, és akkor jött az indonéz homok, jött, azt tömörítették, és azon a területen egy fantasztikus közparkot hoztak létre, különböző etnikumú, szegény, gazdagabb családok folyamatosan látogatják a parkot, karácsonyi fényjáték, esti fényjátékok, és a háttérben pedig egy olyan szálloda van, ahol az 59 emeletes tornyok teteje egy úszómedence. Ez egy nyitott úszómedence. Az úszómedencét mint egy tengerparti havai pálmák, igazi pálmákkal alakították ki, és így az úszómedencéből lenéznek jobbra-balra a szingapúri panorámába. Na most ez az építmény is ezen a tömörített, nyert föld szakaszon jött létre, egy nagy konferencia központa. És ha már egy ilyen gyönyörű zöld parkot hoznak létre, azért egy természet, egy mesterséges elemet is komponáltak. Nem tudom, ki látta az Avatar című filmet. Itt az Avatar hangulatát egy csomó ilyen fával hozták létre. A legmagasabb
fa tetején van egy kávézó, és látható, hogy még az is milyen messze van az uszodától. Úgyhogy hátul meg már a szingapúri magasházaknak a látképe. Szingapúrnak is van egy UNESCO kulturális öröksége, az a szingapúri botanikus kert. Az egyetlen hátrány, hogy iszonyú meleg van, ugye 0,5%-ra a egyenlítőtől, úgyhogy a szingapúri ismerőseim azok minden nap 3-6-kor találkoznak, és 6-tól 7-ig gyors sétálnak a botanikus kertbe, mert addig lehet elviselni. Tehát elindulnak sötétbe, és hát amikor a kivágosodik, akkor már mindenki tájcsizik, idősek. Ezekben az országokban jellemző, hogy csoportokban táncolnak, pingpongoznak a nyugdíjas emberek egész nap a parkokban, és egy ilyen nagyon intenzív közösségi élet van. A Szingapúr jelképe ez az orchidea, rengeteg gyönyörű orchidea park van, és hát ez a mi ipar 4.0 témánkhoz kapcsolódik. Ki volt írva, hogy vigyázat, ne menjünk a közelébe, mert ez a robot fűnyíró. Egy elindul az óriási botanikus kertbe, és hát elvégzi a dolgát. Hát gondoltam, egy kis tudományos szakmai részt is behozok. Ugye ez a disszertációmnak a kutatási modellje, amihez tényleg nagy segítséget nyújtott, hogy 2014 és 2016 között kutatási ösztöndíjjal itt lehettem, és itt találkozhattam kutatókkal a doktori ösztöndíjam keretében. És azt próbáltam ilyen keretbe foglalni, hogy ezzel a 25 éves nagy ugrást, mi az a környezet, mi az, ami történt, milyen részleteket nézzek meg, és ha ez a környezet változott, akkor arra hogyan reagáltak a vállalatok. És hát ugye normál, hogy erőforrások, mi az, amit föl tud használni, a politika, kulturális környezet mit ad ehhez hozzá, a nemzeti gazdasági stratégia, és abból igazából azokat az elemeket vizsgáltam részletesebbet, amit úgy gondoltam, hogy a Szingapúrban kialakult tudás, intenzív tudás gazdaság létrejöttéhez hozzájárult. És ez pedig három fő tényező, az egyik az oktatási rendszer, a másik a kutatásfejlesztés, innovációs rendszer, és a harmadik pedig az ipari és tudományos parkok, klasztereknek a rendszere, amelyek egyébként Szingapúr indulásától már rögtön jelentős infrastruktúrális beruházásokat tettek a vállalatoknak, hogy teremtsenek munkát az embereknek, és hozzanak termelőtevékenységet. Először ott is cipőgyártással, textilgyártással, ruhaiparral kezdtek egyszerű termelőüzemekben. Azok a termelőüzemek, amik a 60-as évek elején jöttek létre, ma startup központok. Kicsit átalakították, helyessétették, és számtalan startup vállalkozás költözött bele. És a politika és a kultúra területéről Szingapúr 59-ig brit gyarmat, tehát berendezkedésében a brit parlamenti köztársaság elemeit tartotta meg, és vitte magával. A People's Action Party, tehát a Népi Akciópárt, amelyik Szingapúrt vezeti, azt 54-ben hozták létre Angliába végzett fiatalok. A Szingapúr atya, Lee Kuan Yew, Londonban tanult, illetve Cambridge-ben tanult jogot, és ilyen diák aktivista volt egyéb közgazdászokkal, és azon gondolkoztak, hogy hogyan lehet megszabadulni a brit gyarmatosítóktól. És akkor 51-ben hazamentek, akkor keresték a kapcsolatot hasonló gondolkodásúakkal, mivel kiváló ügyvéd volt, ingyen az elítélt baloldali szakszervezeti aktivistákat védte, és így már megvolt a kapcsolat olyan körökkel, akik a tömegbázist is tudták a párt mögé biztosítani. Ezeknek a köröknek viszont komoly veszély volt a kommunista megbélyegzés veszélye, hiszen ott volt Kína, ott volt Vietnám, ott volt Laosz, és ebben a térségben
az ugye egy ilyen félelem volt, a maláj kommunista párt a 30-as évektől kezdve nagyon erős volt. 55-ben az első választáson, amikor részleges önkormányzatot lehetőséget kapott Szingapúr, ezek a tehetséges fiatal aktivisták és szakszervezeti vezetők három párttagot bejuttatnak a parlamentben, és az egyik Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew 2015-ben halt meg, tehát 60 évig volt a parlamenti képviselője az ő körzetének. Amit 59-ben megnyerték a választásokat, részben ugye a háttér tömegbázis, részben pedig 55 és 59 között képviselőként ilyen teljesen ellenzékben keresztül vitte egy olyan indítványt, hogy akit korrupciós ügyen fognak, az soha többet nem indulhat a választásokon. És az 59-es választások előtt véletlenül az egyik aktivistájuk megtudott egy ilyen esetet. Most annak a pártnak, a párt soha többet nem jutott a parlamentbe, akit ez az eset érintett, és a korrupció elleni küzdelem a szingapúri hatalomnak ma is az egyik biztosítéka. Ezt azóta kialakították, és ez az egyik pontja, ami miatt a hegemon egypárt rendszert ma is támogatják. Legalábbis ez egy fontos elem. A másik fontos elem az, hogy a politika és a kormányzás elválik. Tehát itt egy meritokratikus rendszer van, a merit az érdem alapján történő kiválasztás, a képességek, a tanulás, a szorgalom alapján választják ki a közszolgákat, és rendkívül módon megfizetik. Tehát a szingapúri minisztériumokban, amik egyébként egy kisebb, a szingapúri büdzsé maga körülbelül olyan 19%-a csak a GDP-nek, rendkívül felkészült közalkalmazottak dolgoznak, sokan ösztöndíjjal amerikai egyetemeken tanulnak, és igazából a fizetésük vezető privát vállalati menedzserek fizetésével egyezik meg. Tehát egyrészt a kemény korrupció ellenes küzdelem, a másik pedig érdekelté teszik őket abban, hogy ne is csábuljanak el. Így is néhány eset előfordult, miniszterek abban a pillanatban börtönbe kerültek. A korrupciós elleni küzdelemnek egy érdekes színfoltja volt, hogy Lee Kuan Yew 90-ben visszalépett a hatalomról, és már valamikor a 90-es évek közepén a fia miniszterelnök helyettes volt, és egy korrupciós vád került be ellene. És hallgatkozott hozzá, hogy élő közvetítésben szeretné ezt megvédeni, ilyen ingatlan fejlesztési lakást vásároltak, és valaki bejelentette, hogy 5% kedvezményt kapott ő is és a fia is. És hát bebizonyították, hogy az elején ugye mindenkinek kedvezményt adtak, de annyira elválik a kormánytól és a politikától a korrupció vizsgálati bizottság, hogy rendesen végigvitték a kivizsgálást a egyébként tiszteletnek örvendő városállam alapítóval szemben is. Nagyon pragmatikus a kormányzás, mindent megpróbálnak megoldani. Meg egyik érdekes példája, 1980-ban népszámlálást tartottak, és hát megállapították, hogy nagyon magas a szinglik aránya. És a felső végzettségű hölgyeknek kevés gyereke születik. Hát Lee Kuan Yew, aki egy ilyen nagy stratéga volt, hát rögtön azt mondta, ezt meg kell oldani, elment a Nemzeti Egyetemre, összecsódítette a hallgatókat, és elmondta, hogy hát akkor találjunk ki egy matching rendszert, ahol összehozzuk a intelligens diákokat, az intelligens lányokat a fiúkkal, és majd sok-sok okos gyerek születik, és még jobban lehet tovább. Na most, hát nem mindent lehet így azért megoldani, ugye a 84-es választásokon két parlamenti helyet elvesztett az uralkodó párt, 68 óta nem volt ellenzéki képviselő a parlamentben,
Tehát innentől kapott egy jelzést, és hát ez annyira megértette, hogy itt ez már az idő szava, hogy be is jelentette, hogy visszavonul, és elkezdték az utódját kiválasztani. A társadalom másik sajátossága ugye a multietnikus társadalom. Amikor 1819-ben egy indonéz kereskedelmi raktárat hozott létre a Kelet-indiai Társaságnak egyik vezetője, akkor egy olyan néhány száz ember ért a szigeten. Elnéptelenedett a 14. században, és egy ilyen kis halászfalu volt. Amint persze a kereskedelmi tőke, a gumiültetvények oda kerültek, elindult a bevándorlás Kínából és mindenhonnan. Úgyhogy mind a mai napig gyakorlatilag, ugye a 19. század végére kialakult ez a 70-75% kínai, 15% maláj, 10% indiai lakosság. A Szingapúr önálló államossága 1965-ben kezdődött. Ekkor egy új himnusz, új zászló és a társadalom kialakításában mindenképpen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a etnikumok közötti feszültségek ne harapózzanak el. Az 50-es és 60-as években véres összetűzések voltak, 63 és 65 között Malajzia és Szingapúr között államszövetség jött létre, és pont egy 64-es véres zavargások után Malajzia kizárta Szingapurt az államszövetségből, tehát a 65. augusztus 8-án Szingapur megalakulását sírva jelentette be Lee Kuan Yew, mert igazából ő az egész Maláj félszigeten közösen képzelte el az előrehaladást. De ha már így alakult, nincs piac, nem volt vállalkozói réteg, innen indult az a folyamat, hogy egy külföldi tőkére alapozó exportorientált iparosítást talált ki, vagy indítottak el, és hát komoly társadalmi problémokat a falvakban, viskókban élő etnikaiak, elkülönült lakosság helyzetének a javítására. Úgyhogy rögtön az elejétől egy lakásfejlesztési igazgatóság jött létre. Ma Szingapúrnak több mint 90%-a az embereknek saját lakásban lakik, amit ez a rendszer hozott létre, és az elejétől kezdve nem engedték, hogy az etnikai kisebb kvótákat határozták meg, tehát nem szegregálódtak a különböző etnikai csoportok, és igazából komoly etnikai feszültség nem is volt azóta. Ugye azt is gondoljuk, hogy ez a multietnicitás, és ez a modernizációt is segítette, hiszen különböző típusú, különböző értékek tudtak itt találkozni. A kínaiak azok nagyon szeretik a gazdaságot, a sikert, és általában ők kerülnek vezető pozíciókba, rengeteget dolgoznak, tesznek és tanulnak. A malájok azok a hagyományokat tisztelik, inkább a rövidtávú célokat, úgyhogy a malájok nagyobb része a termelőüzemekben dolgozott, tehát ugye a vezetőként főleg a kínaiak emelkedtek ki. Az indiaiaknak a kettősége, ők egy ilyen nagyon egyenlőtlen társadalomban szocializálódtak, de ugyanakkor, ami elfogadja a hierarchia tiszteletét, de az újjászületés már attól függ, hogy az egyéni út milyen. Ezért a vállalkozó készségük jóval nagyobb, és az IT-szektorban nem csak Indiában, hanem Szingapúrban is az indiaiak vezetnek. A komoly társadalmi probléma volt a malájoknak az elmaradottság. Ez ilyen érdekes, 2012-ben egy magyar PhD doktori dolgozat született arról, hogy a maláj felzárkóztatás és a roma felzárkóztatás Magyarországon hogyan hasonlítható. Itt 87 és 2006 között mutatja, hogy
A hatodik osztályban van egy ilyen fontos vizsga, ami alapján kiderül, hogy tovább mehetnek-e a diákok. A malájoknak mindössze 70%-a érte el ezt, hogy átjutott a vizsgán, míg a kínaiaknak 90%, az indiaknak a 80%-a. Hogyan tudtak ezen a helyzeten segíteni? Ezt már az elejétől tudták, hogy ez egy komoly probléma, a britek is valahogy a malája etnikumot kihagyták az iskolázásból a gyarmati időszak alatt, úgyhogy csak a malájoknak volt ingyenes az oktatás 59 és 68 között, de semmit nem segített. A maláj civil szervezetek kezdték el a családokat, a szülőket arra rávenni, hogy az oktatásnak igenis van jelentősége, és az iskolarendszert viszont úgy alakították át, hogy 10 éves korban, ez ma is így van, megmérik a diákokat a képességek szerint, a legkiválókat viszik a ilyen nagyon 10%-nyi tehetségnek szánt iskolák irányába, de akiknek nehezebben megy a tanulás, ott egy olyan osztályba teszik, hogy ők is jobban tudjanak haladni. Tehát ez egyfajta szegregáció, de ezt azzal vegyítik, hogy mondjuk a tantárgyak 80%-a ezekben a külön osztályokban zajlik, 20% viszont együtt, hiszen a társadalomban is közösen kell érvényesülni. És tulajdonképpen az volt a következtetés, hogy a felzárkózás mögött 2006-ig ez egy fontos tényező volt, hogy ezekkel, akikkel többet kellett foglalkozni, azokkal többet foglalkoztak. Tehát a szegregáció nem mindig negatív ilyen értelemben. A hivatalos nyelv az angol, a tamil, a mandarin és a maláj. Hát ha valaki nem ért, akkor annak rajzformájában is elmagyarázzák, hogy mi történik, ha a víztározó közelébe lép. Úgyhogy egyértelmű a helyzet. És hát vannak olyan területek, a kínai negyed és az indiai negyed, ahol az etnikumnak a saját boltjai, a saját régi házai megmaradtak. Ez itt Lee Kuan Yew-nak, mikor 59-ben megnyeri a választásokat. Érdekes módon sok minden, ami a szingapúri autoriter rendszer részek, amik a hatalomgyakorlásban benne vannak, már a britek által jöttek létre. Például a belbiztonsági törvényt 48-ban hozták a britek arra, hogy a függetlenségi tüntetéseket leverjék. Most ez mai napig is érvényben van, és per nélkül fogva lehet tartani, ha úgy gondolják, hogy zavarja a társadalmi biztonságot. Kötelező a választási részvétel, ezt 55-ben a britek hozták, ez ma is érvényben van, és a bankok kikötő média, az mind a briteké volt, azt megkapta az állam, és meg is tartotta. Tehát van egy jelentős állami szektor, még volt egy úgynevezett kötelező tartalékrendszer, CPF-nek hívják, amit a britek a néhány közalkalmazott nyugdíj biztosításának kitalált, és ebből a rendszerből csinált egy olyan innovatív eszköz Szingapúr, amivel tulajdonképpen nagyon sok társadalmi problémáját megoldotta. A CPF rendszer azt jelenti, hogy a munkavállalók is, meg a munkáltatók is befizetnek x% a bérük után egy alapba, ami név szerint nyilván van tartva, ez még önmagában azt jelenteni, hogy olyan, mint egy nyugdíjalap. De ebből a nyugdíjalapból egészségügyre, iskoláztatásra és lakásvásárlásból kivehetnek. És innen tudták megengedni azt, hogy ez a rengeteg lakás, amit építettek, megvolt az az összeg, amiből meg tudták venni, amennyiben volt munkahelyük. És mivel jöttek a gyárak, voltak a termelőüzemek, ezért tulajdonképpen mindenki meg tudta engedni magának, hogy ezt az állam által teremtett házakban létrehozza. Én mindig kérdezem, hogy a 2,5 millióhoz képest az 5,8 millió hogy fér el,
És akkor mondja a barátnőm, hogy hát ez már, ha egyszer jössz, nem lesz itt, mert ezek csak 60 emeletesek, és majd jönnek. Hát, de ennek ellenére áramlak be az emberek. Beszéltünk a korrupcióról, ugye a Transparency International ezt objektíven méri. Szingapúrban 2015-ben 8. volt, most megnéztem 2017-ben a 6. És csak felvillantottam néhány szintén kínai, vagy hasonló kulturális gyökerekkel rendelkező országot, és látjuk, hogy ez nem egy kulturális sajátosság, hogy korrupciómentes az ország, hiszen azok azért jóval hátrébb találhatók, és ez az egész téma tényleg úgy merült fel az elején, hogy Szingapúrban is, ha egy utcai árus le akarta tenni a kis zöldségét, akkor meg kellett vesztegetni a közhivatalnokot, aki ehhez engedélyt adott a 50-es évek végén. Tehát nem volt ez másképp. A gazdasági és társadalmi problémák kezelésére hasonló a módszer, vízió, hosszú távú stratégia, van egy középtávú fejlesztési tervezés, a kutatásfejlesztéstől az oktatásig, láthatólag a házasságokig is, az sajnos nem jött be, olyannyira nem jött be, hogy az egy anyára jutó születések száma mindössze 1,1 Szingapúrban, tehát még azért Magyarország alatt is van, de a bevándorlás kapcsán ugye, növekszik. Nagyon hatékony az intézményrendszer, és sok mindenkinek sok jó ötlete van, de az, hogy a megvalósítást konzekvensen és hatékonyan végigvigyék, az igazából kulcs. Az is kulcs, hogy korrupciómentes a közszféra, hát rengeteg pénzt spóroltak meg a fennállása 5 évtizede alatt ezzel. Nyomon követik az eredményeket, igazítanak rögtön, hogyha valami elcsúszott, és nemzetközi jó példákat állandóan követnek, tanulnak, és finom hangolnak, átalakítanak. Így oldották meg gyakorlatilag a lakáshelyzetet, a szegénység leküzdésének, a munkahelyteremtésnek, ugye eleinte bármi jöjjön, csak foglalkoztasson. Amikor elfogyott a munkaerő a 80-as évek közepén, akkor hogyan próbáljuk rá venni a vállalatokat, hazaiakat, külföldieket, hogy most már ne a munkaigényes termelést hozzák ide. És hát az etnikai harmónia kialakítása szintén egy ilyen tudatos tervezés. Egyrészt kialakulóban van egy szingapúri tudat, amit identitás, hát amiben erősen benne van ez a meritokratikus értékek, meg az is, hogy tulajdonképpen azt látták, hogy egy generáció alatt nagyot lehetett előre haladni, és ez viszont egy nagyon erős versenyszellemet alakított ki, ami nem egyszerű. Tehát én csináltam interjúkat középiskolás diákokkal, szingapúri egyetemistákkal, német menedzserrel, magyar kutatókkal, akik 17 éve ott élnek, és azt mondják, hogy óriási különbség van ebben a hozzáállásban, motiváltságban, képzettségben Magyarországhoz képest is. Hogyan haladnak ugye a társadalmi problémák? Hát ugye, ha el kellett az embereket helyezni, ezek a lakótelepek, de hogy mégis valahogy élhetőbbé tegyék, 2007-től elkezdték zöldíteni, elkezdtek játszótereket betenni, ugyan ezek privát lakások, a felét a pénznek kifizetik, hogyha a fürdőszobákat megújítják. És egy speciális szingapúri rendszer az úgynevezett hawker centerek, amelyek mint az utcai árusokat, ázsiai utcai árusokat behoznak egy térbe, és a különböző országból származó ételeket lehet körbe-körbe kapni, és akkor középen leülnek. 114 ilyen nagy központ van Szingapúrban, és kettő árus már Michelin csillagot kapott 2016-ban, úgyhogy nem akart elhinni a pekingi kacsa sütő, amikor meghívték, azt hitte, hogy vicc, majd fölhívták a
porondra, és átadták a Michelin csillagot. Itt középen van Lee Kuan Yew, ez 2014-ben ez az utolsó plakát, 49 éves volt éppen Szingapúr, aztán a fél évvel később meghalt, 91 éves korában. Hát ilyen óriás plakátokon, de egyébként tényleg nagy presztízse van, hiszen amit ugye a társadalomfejlődésben elértek, abban azért nagy szerepe van. Sok minden megkérdőjelezhető, ha lesz kérdés, szívesen válaszolok. Itt csak a piros számokat érdemes nézni, én ugye 90 és 2015 között néztem, a teljes lakosság 3 millió volt 90-ben, és 5,5 2015-ben, 5,8 most 2018-ban. Hihetetlen, miközben mondtam, hogy a saját demográfiájuk lefelé megy. A szingapúri állampolgárok száma 2,6 millió volt, és 3,3-ra ment, tehát 2,2 millió az olló a nem állampolgárok és az egyéb állandó vagy nem állandó ideglenes tartózkodás engedéllyel rendelkezőknek. És a demográfiai táblának a másik érdekessége, hogy 90-ben 4,7%-a az embereknek, akik több mint 25 évesek rendelkeztek egyetemi diplomával, ez már 28,2%-ra nőtt 2015-re. Tehát 25 év alatt ezt az ugrást lépték meg. A 80-as években még a középszint, technikai szint, műszaki képzettségekre figyeltek, de a tudásgazdaság felé tovább lépéshez már abszolút kellettek a oktatásba és a kutatásba a kemény beruházások. Tehát mi az, ami a tudásgazdasághoz rendelkezésre áll? A fekvés, szuper légitársaság, közlekedés mindennel összeköthető. Gazdasági kereskedelmi nyitottság egy adottság, ott már a 60 szinte a kezdetektől. A transznacionális vállalatok, ebben a nagyon sok elektronikai cég, nagyon sok vegyipar elindult az olajfinomításnál, maguk is elkezdenek új területek felé nézni, például a biotechnológia. Ezek ott voltak, de akkor váltanak az összeszereléstől, hogyha olyan embereket találnak, akik ezzel meg tudják lépni, és olyan ösztönzőket kapnak. Versenyképes adó és költségstruktúra, és hát nagyon képzett angolul beszélő a munka ereje. És egy nagy változás, ugye 1990-től meghirdette az akkori miniszterelnök az új kör stratégiát. Elhatározták, hogy 30 év alatt elérik az USA egyfőre jutó bruttó hazai termékét, mégpedig folyóáron, tehát nem is vásárlóerő paritással korrigálva. Na most ezt 2007-re megvalósították. És ennek a hátterében tényleg iszonyatos beruházások voltak az oktatásba, a kutatásba, és nem csak a pénz, hanem olyan intézményrendszert és olyan tervezést és számonkérést tettek mögé, hogy folyamatosan követték, hogy hol mit kell csinálni. Ez most csak egy kis közgazdaságtan. Itt megnéztem, nagyon egyenes a korreláció abban, hogy ahogy rakták a pénzt a kutatásfejlesztésbe, és ahogy a hozzáadott érték termelés növekedett az országban. A másik probléma az volt, hogy a 60-es évek végétől ugye az elektronikai ipart sikerült bevonni Szingapúrba. 96-ban a Winchesterek, a világ Winchester termelésének 42%-a ott készült. Annyi, közben rájöttek, és ez kicsit hasonló, mint azért nálunk most már lassan az autóipar, hogy ha csak a feldolgozó ipart nézzük, mert azért szolgáltatások Szingapúrban vannak, akkor ez egy egyoldalú függőség. És 2000-ben elhatározták, hogy más ágazatokat is felhoznak, hogy differenciálják a struktúrát, és a magas minőségű vegyipart, hiszen már a britektől olajtárolókat örököltek, és abból elindítottak egy olajfinomító petrolkémiai iparfejlesztést, a gyógyszeripar, biotechnológia, tehát ennek a menetét végig lehet vezetni, és látszik a görbén,
hogy arányaiban kiegyensúlyozottabbá vált. Tehát volt olyan idő, amikor a termelés majdnem 50%-a az elektronikai iparból származott, de itt 2015 környékén lement 30-ra, és 15% már a gyógyszeripar, ami elsősorban ez a biotechnológia, biogyógyszeripar és a vegyipar. Ezekhez ugye az infrastruktúrális feltételeket is biztosították. Az első ilyen termelő üzemeket az állami szervezet az egyik szigetén építette fel a Jurong sziget csoportnak, és hát miután ez jól haladt, így a 80-as években elhatározták, hogy feltöltik a közeket, és egy nagy egységet csináltak, ahol 5 milliárd szingapúri dollár befektetésére, 200-al kell szorozni, hogyha forintra jussunk, és hát ebben az időszakban, ugye a 90-es évek elejére ez megvolt, 35 milliárd dollár befektetés érkezett, és a világ nagy vegyipari konszernjei ott vannak. Én csináltam interjút az egyik német konszernnek a képviselőjével, és kérdeztem, hogy most építettek egymás után két 1 millió euró beruházású nagyon modern gyárat. És azt mondta, hogy olyan szigorú szabadalmi jogvédelem van, hogy ezt a magas minőségű technológiát máshol nem merik rá, tehát máshol nem szívesen teszik le Ázsiában. Tehát vannak ilyen szempontok is, ami segíti azt, hogy a magas fejlettségű tevékenységekhez vigyék tovább. Ugye Szingapúr tervezés, hogyan legyen több kutató, hogyan haladjunk előre a kutatásban. Csináljunk arra is egy parkot. Csináltak egy tudományos parkot, ami csak a bio gyógyszeripar kutatására, tehát nagyon specializáltan arra épült 2003-ban, és az állami szervezet, ami ezeket építette, arra is figyelt, hogy össze legyenek kötve az épületek, hogy a kutatók között a szinergia minél inkább kialakulhasson. Lent viszont abszolút gyönyörű étteremrendszereket készítettek, hogy ott is találkozzanak. Ma 4400 kutató van 60 országból, vannak privát, vannak állami kutatóintézetek, az első kutatóintézetek is a 2000-es évek elejétől indultak, tehát ez egy olyan fejlődés, a kutatás fejlesztésre fordított kiadások 90-ben csak 0,9%-ot tettek ki a GDP-hez képest, Magyarországon 2%-ot. Most azért ez megfordult az arány, ők 2,4%-nál tartanak, de a pénz önmagában nem elég. És rögtön csináltak egy másik nagy parkot, ahol a biogyógyszergyárak a termelésüket tehetik. Tehát itt csak a kutatók vannak. 2009-ben építettek egy másikat a mérnöktudományoknak, a információs technológiának, sőt, ilyen régi japán katonai barakokban környékén étteremkomplexumokat, lakásokat építettek ki, ahol a okos lakás megoldásokat tesztelik a kutatók, akik ott ülnek a kutatóintézetekbe. Tehát akkor foglaljuk össze, hogy milyen eredményeket ért el. Mára ugye a világ 25 leggazdagabb országa között van. A World Economic Forum, a világgazdasági fórum készíti a versenyképességi jelentéseket. Az elmúlt 5 évben a második helyen áll Szingapúr, és hát hátsó alparamétereket is készít hozzá, ahol például méri a oktatási rendszert, ahol a világ legjobb oktatási rendszerének minősíti. A PISA felmérés, amit szintén a sajtóból lehet követni, tavaly is elsők voltak, és a világ második legjobb helyi infrastruktúrája, ahol ezek a parkok is beletartoznak. A HDI Index az egy kicsit próbálja az ilyen gazdasági számokon kívül az emberi fejlődés két egyéb tényezőjét is figyelembe venni, a várható élettartamot és a képzettséget. Ez 2005-től a világon a 25-től a 11. helyre lépett előre, ott egyébként a várható élettartam nők, férfiak együtt 83 év, és nagyon szépen megy tovább. Tehát ez a biogyógyszeripari fejlesztés az egyben az egészségügyi kórházak fejlesztésének is egy fontos
része volt, külön méri az INSEAD a globális tehetségek versenyképességi indexét, tehát oda megy a kutatás, ahol hozzáfér kutatókhoz. Na most ebben is már a világon a második helyen áll. A világ 5 legélhetőbb városa közé tartozik, az egyik, sokféle felmérés van. Ez a felmérés 4 szempontot nézett, a lakhatás, ebben egyértelműen jól állnak, a közlekedés, tilos egy bizonyos kvótán túl autót beengedni, emiatt a tömegközlekedés nagyon jó, a taxi nagyon olcsó, tehát a privát autó használatot korlátozzák, és a fenntarthatóság, zöld épületek, okos város ma az egyik fontos exportcikke, hogy zöld technológiákat árul a légióba, és a kultúra a negyedik szempont. Miért fontos ez számunkra? A nemzetközi hálózatok Dél-Kelet-Ázsiát abszolút intenzíven behálózzák, de nem csak Dél-Kelet-Ázsiát, hanem Közép-Kelet-Európát is. És ha itt 2005-ben mutatja, hogy a vizsgált területek között a 2 kiemelkedő érték van, az egyik Szingapur és a másik Magyarország. Tehát Magyarország legalább annyira félkész termékeket gyártva be van épülve ezekbe a hálózatokba. Az, hogy összeszerel vagy mit csinál, abban azt gondolom, hogy Szingapur nyújthat tanulságokat. Úgyhogy ebből a szempontból a megfogalmazott tanulságok, hogy egyértelműen látom, hogy az oktatás és a kutatásfejlesztési offenzíva, ami az elmúlt 25 évben bekövetkezett, az állt szoros kapcsolatban ezzel a 21. századi sikerrel, és az összes interjú alany, akivel beszéltem, és voltak olyan magyar kutatók, akik 13 éve egy szingapúri kutatóintézetben dolgoznak, és Skype-on tudtam velük 2 órán keresztül interjút készíteni, de nagyon jól összetudta hasonlítani a 2 környezetet, és azt mondja, hogy az emberi tényező az, amiben megnyerték a versenyt, ugye nem csak Közép-Kelet-Európával szemben, hanem hát a dél-kelet-ázsiai területen, még Koreával szemben is. Az intézmények hatékonysága a világméretekben ilyen jó példának számít, a gazdaságfejlesztési igazgatóság, vagy ez az egész kutatóasi intézet hálózatot úgy tudták felhúzni, hogy arra a megfelelő intézményrendszert létrehozták, vagy az infrastruktúra teremtést. A magas színvonalú üzleti környezet, a kiszámítható jogbiztonság, svájci, tehát a Dél-Kelet-Ázsiában, úgy mint Európában a svájci jogot, nagyon sokszor a szingapúri jogot kötik ki. És hát amit az előbb is említettem, hogy a szigorú szabadalmi jog szükséges az élenjáró technológiához, meg azokhoz az innovatív új ágazatokhoz, akik a felfedezéseiket biztonságba akarják tudni. És ez egyébként a gyógyszeripar. Ez a kép nem csak arról szól, hogy ez mondjuk egy ilyen szingapúri látkép, hanem arról is, hogy annyian kérdezték Szingapurt, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy csináltak egy vállalatot, ahol a közféra know-how exportot valósítják meg, és ha valaki azt mondja, hogy az iskola rendszeremet, vagy a önkormányzati falusi rendszeremet kéne megreformálni, akkor oda mennek a szakértők, és ezt nem is elsősorban azért csinálják, hogy ezzel komolyabb pénzeket keressenek, hanem úgy gondolják, hogyha egy adott országgal ilyen nexusba kerülnek, akkor az az ország majd az ő vállalataikat, vállalkozóikat a gazdasági kapcsolatokban szívesebben fogadja. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.